Nagy tisztelettel köszöntöm a Városi Tévékeresztő Füzesabb lakosságát, képviselőtársaimat, a testületülésünkön megjelenteket. Azon a testületülésen, ahol 6 fővel vagyunk jelen, és megállapítom, hogy a tárgyalatot képesek vagyunk is, megnyitom. Az SMS rendelkezései alapján a napjelenti pontok kiküldése kerültek, azonban az egyebek napjelenti pontoknál 3 napjelenti pont felvételét javaslom. Első, javaslat Füzesabon települések közötti majdani kerékpárút kapcsán a település szerkezeti terv és helyi építési szabályzat tárgyalásos eljárással történő módosításának elfogadására. Itt legkívül elektronikusan nem lépte a ülés előtt még volt módosítás, és kiosztásra került a végleges anyag, tehát ezzel fogjuk a döntésünket meghozni. Második, javaslat a helyi építési szabályzat szabályozási terv módosítására. Harmadik pedig javaslat az életpálya ösztönzés Füzesabonyban program keretén belül megkinyitott pályázat elbírálására. Ez az 50.000 forintos támogatás, ez áttörésen kerül meg tárgyalásra. Más kiegészítés és egyebek napirendi pontra javaslat nem érkezett, így teszem föl módosított napirendi pontot, aki ezzel egyébként kérdő készülődésére lesz. Megállapítom, hogy egy hangulat elfogadásra kerül. Mielőtt áttérnénk a napirendekre, elmondanám a képülés közötti beszámolómat. December 20-án volt az utolsó soros képviselőtestületi ülésünk 2018-ban. 2019. január 23-án rendkívüli képviselőtestületi ülés. 2019. február 5-én rendkívüli képviselőtestületi ülés. 2019. február 9-én sportbázis, ahol az FSC keretén belül sportolókat, illetve két FSC-n kívül sportolót is díjaztunk. Február 10-én is gratulálok nekik. Február 11-én Füzesabon közlekedési intézmény működtársulás és Füzesabon Szélhalom Szociális Család és Gyermekvédelmi Közművelő Társulás társulási tanácsának ülései voltak. Óvodavezetőkkel, iskolai igazgatókkal, nemzeti tanságvezetőjével, helyi központ vezetőjével a kapcsolattartás folyamatos. A lejárt határozatok kiosztásra kerültek, kérem ezek tudomásul vételét, valamint kiosztásra került a tájékoztató a 60 napon túli tartozásokról. Hát itt nincs nagy meglepetés, hiszen itt az intézményeink élelmezéséből vannak ezek, leginkább ezek a tartozások. Ezekkel be is fejezném a tájékoztatómat, és átérnék a napirendi pontokra. Első napirendi pontunk, javaslat Füzesabon város önkormányzat képviselőtestületének önkormányzati rendeletére a 2019 évi költségvetésről. Előterjesztő dr. Gondos képviselőtársa, megadom neki a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Minden település életében a legfontosabb, hogy idejével a költségvetésnek az elfogadása. Elég kevés anyagot kaptunk az irodától, megkérjük a irodavezető asszonyt, hogy akkor kis kiegészítést tegyen hozzá, hogy láthatóbb legyen a számok tengerére. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület! A 2019 évi központi költségvetésről szóló 2018 évi 50-es törvény alapján megterveztük Füzesabon város önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat. A költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. 2019-ben a feladatfinanszírozás keretében az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A megjelenő pályázati lehetőségeket ezen túl is folyamatosan vizsgáljuk, mert fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. 2019 évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 2.962.846.000 forint. Önkormányzatunk működési állami támogatása 462.281.000 forint. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás, visszavonás után 110.465.000 forint. A magyar állam a beszámítás címén visszavon 80.695.000 forintot, melynek következtében a településüzemeltetés az egyéb önkormányzati feladat és a lakott külterület támogatása teljes egészében elvonásra kerül.
Értem itt a közutak, önkormányzati feladat támogatása, a közvilágítás, zöldterület és a köztemető támogatása, valamint az önkormányzati hivatal működési támogatásának egy részét vonja vissza. Így az önkormányzatot megillető 191.160.000 forint támogatás helyett a támogatás ezen a címen 110.465.000 forint. Az iparűzési adóerőképesség 32.000 forintos értékhatára, vagy határ átlépése miatt van ez a visszavonás Füzesabony önkormányzatától. Köznevelési feladat támogatása 179.204.000 forint, ami összekerülik a pedagógusok és a pedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatásából, az óvoda működtetés támogatásából és a kiegészítő támogatásból. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladat támogatására 163.214.000 forintot kapunk, ami magában foglalja a család és gyermekjóléti szolgálat, a család és gyermekjóléti központ, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, szociális segítés, nappali ellátás, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység, gyermekétkeztetés támogatása, bölcsődei üzemeltetés támogatása, a bölcsődei szakmai dolgozók támogatását, ami csak a bölcsődében foglalkoztatott 7,5 fő elismert létszám után jár. A költségvetési törvény bölcsődei üzemeltetéshez támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak, az általuk biztosított bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz. Tavaly még ezt nem mondhattuk el, most eredeti előirányzatként kapjuk ezt a támogatást. Tavaly volt előirányzatként jutott az önkormányzat ilyen támogatáshoz. A személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével állapítják meg a támogatást. Önkormányzatunk a bölcsödé üzemeltetéséhez 31.878.000 forint támogatást kap, ezzel szemben a kiadás 42.745.000 forint. Könyvtár támogatása címen 9.397.000 forint támogatásba részesülünk. Közhatalmi bevételek 357.800.000 forint, amely összetevődik az iparűzési adóbevételekből, gépjárműadó 40% bevételéből, kommunális adóból és a bírságbevételekből. Füzesabony adóerőképessége magasabb a kritériumnál, a 32.000 forintos értékhatárnál 35.000 pár száz forint, amely köszönhető annak, hogy a városban sok a vállalkozás, jó az adófizetési morál, és nem utolsó sorban hatékony az adóhatóság feladatellátása. Működési bevétele 557.375.000 forint, amely összetevődik a térítési díjak bevételeiből, szociális ellátás bevételei, vagyongazdálkodásból bérleti díjak, működési pénzmaradványunk és egyéb tulajdonosi bevételekből. Felhalmozási bevételünk 1.396.890.000 forint, ez a kincstárnál vezetett pályázati alszámlák egyenlegei. Működési célú átvett pénzeszközünk 187.501.000 forint, ami az OEP finanszírozást, a közös hivatal járási hivatal felé tovább számlázott díját és a foglalkoztatási hivatal közfoglalkoztatáshoz adott támogatását tartalmazza. Felhalmozási célú és tulajdonosi bevételünk a 170.300.000 forint. 2019 évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata megegyezik a bevételi főösszeggel, 2.962.846.000 forint. Az önkormányzat intézményeiben a foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 177 fő. 2019 évben a dologi kiadások a 2018 évi teljesítés alapján kerültek megtervezésre, kivétel az egyszeri kiadások. Költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímeink részletesen a személyi juttatások 635.954.000 forint, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 117.907.000 forint, dologi kiadás 436.305.000 forint, ellátottak pénzbeli juttatásai, ide tartozik a települési támogatás, a köztemetés 5.150.000 forint, egyéb működési kiadásunk 118.994.000 forint, és a tartalékok, ami a pályázatokból fedezetei 1.648.536.000 forint.
Az önkormányzat költségvetésében szerepelnek a jogszabályon alapuló személyi jellegű kifizetések, tiszteletdíjak, azok járulékai. Dologi kiadások tekintetében az elmúlt év teljesítési adatait vettük figyelembe a tervezésnél, valamint a korábban vállalt áthúzódó kötelezettségvállalásokat. Főbb működésre átadott pénzeszközök összesen 118.994.000 forint. Ezek mértéke nem változott az előző évi tervhez képest. Így szerepel a FÜV Kft., az FST, a VTV, a Média Nonprofit Kft., a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a főiskolai hallgatók, veszélyes hulladékszállítás, IPA felajánlás és a civil alap támogatása. A közös önkormányzati hivatalnál a jogszabály alapuló illetmények és járulékai kerültek betervezésre. Figyelembe véve Szihalom községet is. A kafetéria juttatás a törvényi minimumon történt beállításra, a dologi kiadások az előző évén szinten kerültek megtervezésre. 2019. január 1-től nőtt a közös hivatal létszáma, a gazdasági iroda a jogutóddal történt megszűnése miatt 3 fővel. Az egészségügyi központ költségvetésében szintén a személyi juttatások és járulékok, valamint az előző évi dologi kiadási teljesítések összege került betervezésre a kiadási oldalon. Bevételi oldalon az OEF finanszírozás biztosít forrást a működésre, valamint a pályázati úton elnyert EFI iroda működtetésére elnyert támogatott pályázat, fenntartási idejére kapott támogatás, és a 2018 évben elnyert letes pályázat teljes összege. Az egészségügyi központ működési hiánya 29.435.000 forint. Közfoglalkoztatásnál 50 fővel számoltunk, az előző évi létszám engedélyezett a foglalkoztatási hivatal részéről. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatás 2019 évben induló programok esetén változik. A korábbi évek során már megszokott, 100%-os támogatottság megszűnik, itt is fő szempont sajnos a 32.000 forintos iparüzési adóelőképesség átlépése. A foglalkoztatási hivatal tájékoztatása szerint március 1-től induló program november 30-ig szól, és 70%-ban várható a támogatottság mértéke. A jelenleg rendelkezésünk álló adatok alapján terveztünk, mert sem az alkalmazható személyek számáról, sem a támogatás mértékéről még nincs aláírt hatósági szerződés a kezünkben. A Füzesabonyi Gazdasági Iroda 2018. december 31-ével megszűnt, így a hozzátartozó intézmények jogutódlással átkerültek a közös önkormányzati hivatalhoz. Bevételek az intézmények esetében az intézményi ellátási díjakból, a szociális étkeztetéshez kapcsolódó bevételi díjakból származó bevételek, valamint a térítési díjakhoz kapcsolódó általános forgalmi adó bevételek és forgalmi adó visszatérülések teszik ki. A bevételek összességében az intézményeknél 624.194.000 forint, ami összetevődik pénzmaradványból 135.798.000 forint, ez egy pályázati pénz, amit jelenleg a számlánkon van. Egyéb bevétel 34.165.000 forint, az állami normatív támogatás 355.815.000 forint, és az önkormányzati intézmény finanszírozás 102.416.000 forint. Kiadási főösszeg itt is megegyezik a bevétellel, ami összetevődik a személyi juttatásokból, munkaadókat terhelő járulékokból, valamennyi intézménynél az engedélyezett létszámnak megfelelően kerültek kiszámításra a személyi juttatások és a járulékok. A dologi kiadások tekintetében az intézményeknél is a 2018 évi tényleges teljesítési adatok szolgáltak a tervezés alapjául. Ezen a területen a legjelentősebb kiadásként jelentkeznek a kötelező feladatként ellátandó gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés, az üzemeltetés és a működéshez szükséges szolgáltatások díjai. A költségvetési intézmények működéséhez is jelentős összeget kell biztosítani az önkormányzatnak. A szociális ellátást biztosító Füzesabony Szihalom Szociális Család és Gyermekpolitikai Központ működését az állami normatív támogatás 63,97%-ban fedezi.
A bevétellel nem finanszírozott 40.814.000 forintot az önkormányzat teszi hozzá az éves működésükhöz. Köznevelési feladatokat ellátó intézmények a Hészínvirágóvoda és Bölcsöde, Pöttömkeóvoda és Bölcsöde, Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház, Füzesabony Dormán Köznevelési Intézményben tartó mikrotársulás normatív támogatása 76,34%-ban fedi le a kiadást. Füzesabony város önkormányzata itt is biztosít az intézmény finanszírozáshoz 61.602.000 forintot. A költségvetés készítésekor az intézményvezetőkkel megvizsgáltuk, hogy mi okozza a működési hiányt. Jelentős hiányt okoz a garantált bérminimum emelkedése, a nők 40 évvel nyugdíjba vonulók, illetve az öregségi nyugdíjba vonulók számának emelkedése, a nyugdíjba vonulás esetén a kettős bér kifizetés, mivel a felmentési időre is ki kell a bért fizetni, illetve a helyettesítésre jutó bér kifizetése. Megemelkedett a jubilómi jutalomban részesülők száma is. A költségvetés készítésekor igyekeztünk minden előre tervezhető bevétellel és kiadással számolni. Köszönöm szépen, ennyire szerettem. Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. Szeretném változtatni ezt a képcsőtestületet, hogy az összefogó bizottság ülésén egy tartózkodás mellett valamennyi képviselő, illetve a bizottsági tag támogatta az előterjesztést. És köszönöm szépen. Nem tudom, képviselőtársam, kérdezem, van-e kérdésük? Nincs. Kérdés nincs, csak egy gondolat így a költségvetéshez. Tulajdonképpen az, hogy ebben az évben egy 3 milliárd forintból fogunk tudni gazdálkodni, ez nagyrészt köszönhető azoknak a pályázatoknak, azoknak a lehetőségeknek, amelyekkel a városunkat tényleg el tudjuk indítani, vagy folytatni azt a megkezdett utat, amit a városfejlesztésben elkezdtünk. Úgyhogy kemény év elé nézünk, mind a lakosság, mind az önkormányzat, mind az intézmények, mindazonáltal a működés az intézmény rendszeren keresztül, a városfejlesztésben, az egészségügyi és szociális területeken, az oktatásban, a kultúrában, a sportban biztosított továbbra is, és természetesen, ahogy el is hangzott a beszámolóból, továbbra is megvan lehetőségünk a civil egyesületek és szervezetek támogatására. Én azt gondolom, hogy ez stabil és jó költségvetés, úgyhogy jó év elé nézésként fizesül. Köszönöm szépen. További észrevétel a polgármester. Csak egy olyan kiegészítést tennék, mert azt ugye nincs kételesen ugye benne, de szerintem sok fizesokban mindért érdekel, és általában közmeghallgatásokban mindig felhozódik az utak járdák állapota. Ugye ebben a eddig években 10 millió forintot különített el az önkormányzat a költségvetésben minden évben, és ebben a költségvetésben most a 19 millió forint, tehát közel a duplája lesz elkülönítve, illetve a tavalyi évről még maradt egy olyan 6 millió forintos pénzeszköz, tehát ami ilyen közel 25 millió forint fog rendelkezésre állni arra, hogy az utakat és a járdákat újítsuk föl, és ezt már itt, ahogy az idő engedi, március-április folyamán ezek a munkák elkezdődnek. Illetve egy dologgal kapcsolatban még ugye fölhívnám majd a figyelmet, meg erre szerintem majd mindenféleképpen készülni kell ebben az évben is, illetve majd a következő évben is, ez a közfoglalkoztatás kérdése. Hiszen most hallottuk a pénzügyi irodavezetőtől, hogy ugye ez 200 fő volt a közfoglalkoztatott, tehát még ugye az elmúlt 3 évben, most ez 50 főre csökkent, és ez folyamatosan ez a tendencia csökkenés mutat, ami ha pozitívan nézem, akkor azt gondolom, hogy jó, hiszen maga ez a közfoglalkoztatotti program beváltotta azt a reményt, hogy segélyből átvezetni a munka irányában aki ebben a programban szerepel, de az önkormányzat oldaláról ezeket a feladatokat, amiket a közfoglalkoztatottak láttak el, ugye most ez egy picit majd veszélybe lesz, mert nem lesz az a munkavállaló, aki ezeket a feladatokat elvégzi, most legyen ez egy takarítás, hóeltolás, bármilyen olyan közparki munka, amiket eddig ők elvégeztek, úgyhogy én azt gondolom, hogy a későbbiekben, tehát itt a következő évben én azt gondolom, hogy erre majd erőteljesen oda kell figyelni, hogy vagy a létszámot kell bővíteni, vagy a városgondozásnak az állományát kell, tehát ott kell bővíteni a létszámállományt, hogy ezeket a kötelező feladatokat el tudja végezni az önkormányzat, hiszen még ugye itt a támogatási összegem az eddig években 100%-ban a munkahelyi központ támogatta a közfoglalkoztatottokat, tehát most ugye elhangzott, hogy 70%-os annak az 50 főnek is, ami ugye 200 fő helyett már csak 50 fő dolgozik a közfoglalkoztatásban, úgyhogy majd ezzel kapcsolatban mindenféleképpen azt gondolom, hogy kell majd vele foglalkoznunk, hogy a következő évben ezeket a feladatokat az önkormányzat el tudja végezni. Köszönöm szépen a szó programot. Köszönöm szépen, kérdezem képviselőtársaimból további észrevételt.
két előttem úr csatlakozott, ez úgy gondolom semmivel nem rosszabb, mint a tavalyi év költségvetése. A tavalyi évet is megoldottuk, ebben az évben is ezen leszünk. Sok az elvonás, de meg sok azokkal feladatok itt csatlakozó az alpolgármester úr, például a járda, amiket az önkormányzatnak például köztemető, saját előből kell megoldani, de szerintem ezzel nem lesz gond, és azon leszünk, hogy ne legyen probléma. Persze a lakosság türelmét is kérem, mert mondjuk ez egy 25 millió forint itt a településen a járdákra, illetve az utakra, az nagy számnak tűnik, de gyakorlatilag nem egy olyan nagy mértékű, hogy minden problémát tudunk orvosolni, de próbáljuk ezt folyamatosan minél előbb, mert tudjuk, az utaink és a járdáink nagyon rossz állapotban vannak. És ezzel én ezt le is zárnám, akkor további észrevétel, hozzászólás, amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a költségvetési rendeletet, aki ezzel egyetért kérem készményújtásra jelezze. Megállapítom, hogy egy hangulat elfogadásra került. Második napi rendi pontunk, javaslat használati bérleti díjak megállapítására. Ennek jó, hogy magam vagyok az előterjesztője, és én is kezdeményeztem ezeknek a használati bérleti díjaknak a emelését. Itt három ingatlan van érintve, ez én érintő ingatlanunk. A közösségi házunk, mint az Ámbor, Rákóczi 50 számnak lévő Ámbor épülete, hiszen én úgy gondolom, hogy itt ahhoz képest igen alacsonyak voltak a bérleti díjak, mint amennyit ráfordítottunk. Ez egy részt adódott a közüzemi díjakból, másrészt adódott ezeknek az épületeknek a takarításából, a takarítási költségeiből, illetve adódott abból, hogy sokszor szembesültünk azzal, hogy vannak olyan dolgok, akik kérdezik, és nem igazán a rendeltetésnek megfelelően használják, úgyhogy már itt fel kellett újítanunk, ki kellett festenünk például az Ámort is. A másik pedig, ami indokolt, hogy a közösségi házunk is megszépült, az a 30 ezer forint, amelyet kiadtuk már igen régi, úgyhogy ezt is megemeltük 50 ezer forintra, ezért kezdeményeztem ezeknek a emelését, ami úgy gondolom, hogy most is egy igen reális összeg, hiszen az Zrínyi úti ingatlant, ahol közösségi rendezvényt lehet tartani 10 ezer forintra, emeltük az Ámort használatát 15 ezer forintra, és én mondtam a közösségi háznak a használatát 50 ezer forintra módosítottuk. Úgyhogy ezek a változások lennének, és erről szól a határozati javaslat. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése. Amennyiben nincs szavazásra, teszem fel a határozati javaslatot, aki ezzel egyetért kérem készfényújtásra jelezze. Megállapítom, hogy egy hangulat elfogadásra kerül. Harmadik napi rendi pontunk, javaslat a füftárkével töttendő tulajdonállásra elfogadására, gondos képviselőtársam érszi. Köszönöm a szópolgármester úr. A Közösségi Városi Telepítési Kft. Finanszírozására 2019 évben 47.874.000 forint került megállapításra, az alábbi feladatok ellátására. Karbantartási feladatok, utcabútorok karbantartása, parkkezelés, játszótérkezelés, köztisztaság, ugye ebben beletartozik a hóeltakarítás is, intézményi feladatok, állattisztítás, sportfeladat, buszüzemeltetés és jófog kipügyülő üzemeltetése. Ugye ez egy keretmegállapodás, amit minden évben megkötünk a Kft-vel, de ezekből a Kft természetesen szükség szerint szabadon rendelkezik. A keretösszeggel, ahol tekintetem, hogy itt szükség van nyilván télen a hó feladatok ellátására, egyébként pedig, hogyha bármiféle beruházást végez azon feladatok ellátására, ez került egy vállalkozási szerzés keretében, vagy ez került majd megkötésre, amennyiben tisztelt képviselő testület támogatja. Egyébként a pénzügyi ügyvédi bizottság egy hangulat támogatja az előtt fejlesztést. Kérdezem képviselőtársaim, van a kérdésük ezzel kapcsolatban. Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, aki ezzel egyetért kérem készfényt a sörvezet. Megalapítom, hogy egy hangulat elfogadásra kerül. Negyedik napirendi pontunk, javaslat a Rákóczi Szövetség 2019 évi bevállalkozási programjának támogatása, a gondos képviselőtársa. Köszönöm a szót, polgármester úr. Nem adnám a szót itt a Bár János Aljegyző úrnak, arról tájékoztatom a tisztelt képviselőtársaimat, hogy bizottságunk a hangulat támogatása. Köszönöm szépen. Évek óta támogatja az önkormányzat ezt a Rákóczi Szövetséget. Határon túli magyar nyelvű oktatás a támogatásáról van szó tulajdonképpen. Majdnem minden magyarországi település valamennyi összeggel támogatja ezt a szövetséget. Fülesebb önkormányzat 50 000 forinttal már évek óta, mint mondtam. Köszönöm szépen.
Készítés kérdezem, képviselőtársaim, van kérdés? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a napirendi pontokat, hogy ezzel egy vészmunkatársaim ezzel. Megállapítom, hogy egy mondjuk a gyakorlásra tudjuk. Az ötödik napirendi pont, javaslat Közösségi Szélom Szociális Család és Gyermekjogi Intézmény fenntartó társulási magavatodásának módosítására. Előtt egyszerű jó magam vagyok, és bekülöm a jegyzőjövet. Miért is volt erre szükség? Köszönöm szépen. Hát a gazdasági iroda megszűnésével a társulásnak sincs tulajdonképpen gazdasági szervezete. A gazdasági iroda szerepét jótótként az önkormányzati hivatal veszi át, és a társulási megállapodást ezért kell módosítani, tulajdonképpen kicseréljük a gazdasági iroda elnevezést Füzesabony közös önkormányzati hivatalra. Erről szól a előterjesztő. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, kérdezem képviselőtársaimat, ezzel kapcsolatosan van egy kérdési készrevétel. Amennyiben nincs, szavazásra teszem föl, nem, aki ezzel egyetért, kérem készfenyítása jövőző. Megállapítom, hogy egy hangi elhagyomásra kerül. És akkor át is térjünk az egyetlenek napirendi pontokba felvett napirendekre. Javaslat Füzesabony Szélom települések közötti majdani kerékpárok kapcsán a település szerkezeti terv helyi építési szabályzat tárgyalás és eljárásra történő módosításának elfogadására. Mert azért volt szükség kerékpárút, és miért? Tehát új kisajátítási eljárást kell indítani, úgy nem mondom, hogy indul a kerékpárút, mert nem akarom ismételni önmagam. Itt azért változtattuk meg a kerékpárút, hogy nem mondom át, hogy elhagyjuk ezeket a korlátokat, ezt a 6 km sávot, tehát bentebb kerül, és ezzel összhangba kell hozni a helyi építési szabályzatunkat is. Erről szól az előterjesztés és a határozati tervezet. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ezzel kapcsolatosan van-e valakinek észrevétele? Amennyiben nincs, először a határozatot teszem föl, a javaslatot szavazással kezdeni, ezért kérem készfenyítása jelezze. Amellapítom, hogy egyhangra elfogadásra kerül, utána pedig a rendelet tervezett módosítását teszem föl, szavazással kezdeni, ezért kérem készfenyítása jelezze. Amellapítom, hogy egyhangra elfogadásra kerül. Következő napirend. Javaslat helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítására. Érkezett hozzánk egy kérelem, amely szerint a Kárpát-úton szeretnének építkezni, csak egy problémában ütköztek. Ez a probléma pedig az volt, hogy a Kárpát-út ezen részén zárt csomó beépítést ír elő a helyi építési szabályzatunk, amely nem igazán lenne életszerű jelenleg, és most oldalhatáros beépítésre változtatnánk meg ezt, és erről szól a határozati javaslat és az előterjesztés. Kérdezem, ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, aki ezzel egyetért kell készfenyítási jelezze. Megállapítom, hogy egy hangulag elfogadásra kerül. Ugye nyilvános ülésünk végére is értünk ezen a napon, mint pontban, szépen köszönöm, mondták, további szépen.